Nagyon nagy tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit ezen az új videón, amelyet hát egy kis vásárlási bemutatóval kezdek. Nagyon rövid leszek, úgyhogy tessék végignézni. Mindenki. Egyedül voltam a csarnokban, tehát a Detweiler farm csarnokba. És hát tettem egy pár dolgot. Nos, kezdjük. Ez a hagyma, amit itt láttok, ez két zacskó. Tehát két külön zacsek, és azt hiszem, ugye, hogy is volt? Valami $4 volt a kettő. Tehát olcsóban veszed meg, ha kettőt vettél, akkor olcsóban adták. Nagyon szép krumplit válogattam. Nagyon szép. Itt egy hatalmas nagy daikon, nem dákó, na. Daikon. Aztán ilyen méreten aluli, hát ahhoz képest legalább, a cukkini. Pár darab, ilyen jó ízletes, jó illatú. Ez tényleg van, jó kellemes paprika illata van. Ezt évinek szoktam így hosszára beleszelni a szendvicseibe. Aztán hoztam három darab. Most eléggé hitványak voltak. Nem tudom, hogy mi történt. A pirosak, az jó édes, és hoztam kettő ilyen zöldet. Ez a levesbe nagyon megfelel, mert a íz belemegy. Nem tudom, a strawberryt mutattam-e, mondtam-e. Ez is úgy volt, hogy ha kettőt veszel, akkor, tehát így $3 lenne. Na most, ha kettőt vettem, akkor 5 odaadta. Vettem egy kis gombát, pár szem, pár gereszt. Gereszt? Fej. Nézd ide, ekkora egy gereszt. Fokhagymát. Nagyon szép fokhagyma van. Itt akkor mindjárt van mellette halapinyó. Halapinyó. A következő videóban majd szó lesz róla, ami majd ezután jön. Oké, tehát remélem ez Magyarországon kapható. Nagyon jó ízű paprika. Aztán új hagyma, kettő, ez most ilyen eléggé vastagok a szárai. Én meg szoktam sütni, összevágom, megmosom, nagyon apróra összevágom, és nem szoktam kidobni. Zeller kellett hozzá, répa meg fehér répám az van itthon. Évi mondta, hogy 5 banánnál többet ne hozzak, hát hoztam 2-4-et. Két nagy csomag petrezselyemződje, és utoljára maradnak a húsok. Ezt kérem, ez $7.06, pork country ribs, tehát ami a borda fölötti húsok, és itt is, ez a magyarul lapocka, ez, mert ez, itt a lapocka csont, látod, itt a C betűt, ott van, látod, hogy mondom? Tehát, hogy így el van vágva, benne van a csont, így van, így, és akkor így jön a T-bone. Ez itt színhús. Hát még nem tudom, mit csinálok belőle, majd valamit. Majd pörkölt, ezek nagyon jó. Vagy éppen meggrillezem, ledarálom, a jó ég tudja. Szeretnék csinálni egy jó kis becsinált levest, gyerekek, $6 csirke, combok, és ebből fogom, ezt majd elkészítem. És ha lehet, hogy a gombát is bele fogom. Csinálok egy ilyen zöld borsó, lesz benne zöldségek, meg talán még a gombát is beleteszem. Na, egy ilyen leves lesz. És grízgaluskát. Hát, ha most becsinált leves, vagy nem, hát mindegy mi a neve, egy finom leves csinálok. Gyerekek, ez $62 fáj nekem, illetve szerintem nem egy rossz ár. Na, mit szózok hozzá? Na, és akkor gyorsan hagyd mondjam el, hogy készítettem én egy privát videót tegnap.
egy privát videót egy magyar, nagyon kedves házaspárnak. De viszont a videó jellege olyan, hogy ki tudom tenni publicra is, persze természetesen a privát részek nem lesznek benne. Tehát nincs benne név, városnév, családnév, semmi, és hogy milyen célból volt egy privát videó. Úgyhogy ilyen kurta lesz a kezdés, ugye? Tehát most mondom el, hogy csilisbab, daráthússal kicsit átgondolva, és egy ilyen magyaros, nagyon finom fasírt. Fogadjátok szeretettel. Köszönöm szépen. Némi előkészület szükséges, úgyhogy itt ilyen kiolvasztott zsírt fogunk használni, gyerekek. Zsírt. És vagy pedig, ha úgy gondolod, használj oliva olajat. Végül is. De tudjátok, vigyázzam kell a zsírokkal, ilyesmivel, de ennyi ez még így belefér. Tehát egy egész vörös hagyma, ami finomra van vágva. Finomra az azt jelenti, hogy hát apróra, jó apróra. Közben ebben a kis edényben forralok vizet, és fordulok, már sok minden van, és ezt a paradicsomot, ilyen szép nagy paradicsom, ide egy keresztet vágtam, itt pedig ugye kiszedtem a torzsáját a paradicsomnak, forra víz, és ezt beletesszük néhány percre. Jó, néhány, pár percre. Közben ugye elkezdjük a dísztelést. Használsz erős tüzet, de akkor viszont nem tudsz elmenni sehova innen a tűztől, a tűzhelytől. Körülbelül ez a mennyiség, ez két főre bőven elég lesz. Sőt, még többre is. Jó. Ugyanakkor itt van édes paprika és jalapeño paprika, tehát erős paprika, aminek az erejét kiszedtem. Viszont a jalapeñónak van egy jellegzetes íze, tudom, hogy hozzá lehet Magyarországon jutni ehhez a fajta paprikához, úgyhogy ezt lehet beletenni, ha nincs, akkor hát nem tudom, mennyire szeretitek az erőset, ha valamilyen csipős fajta paprikát választotok. A jalapeñónak, ha nem ismernétek esetleg, az ereje megegyezik nagyjából a magyar cseresznye paprikával. Mondom, ha szeretitek az erőset, használhatok cseresznye paprikát is. De én kiszedtem ennek az erejét, mivel hogy ha itt közben fölforrt a vizem, kiszedtem az erejét, mert egyébként Évi nem fogja megenni. Szóval, most hol van ez a villágot? Van. Igen, tehát körülbelül egy olyan, láttátok az időt, és megfordítjuk. De azért csinálom, hogy ezt a bőrét majd be tudjam szedni. Nem teszem bele az étőbe a bőrét. Közben figyelünk, meg tud égni a hagymánk. Oké. Okay. Jó, és ezt a vizet már le is kapcsolom. Az a hőfok az elég. Jó, és ugyan 3 gerezd fokhagymát teszünk még ehhez hozzá. Mikor már olyan fele úton vagy, ezt kicsit meg fogjuk pirítani. Amikor a fokhagyma elkezd pirulni, és megérkezik ez a gyönyörű illata, akkor történik majd valami. Mindjárt fogom mutatni, jó? Ez körülbelül egy a 2-3 perc. Kolbász, vagy pedig darált hús. Olasz ízesítés, ha nincs, akkor bármilyen magyar kolbász, ami hát nyers kolbászról beszélünk, ugye látjuk, ez egy nyers hús, és ezt fogjuk ugye együtt
díszelni. Ez mint darált hús fog szerepelni, mert szét fogom így szedni. Ugye ezzel a szokásos módszeremmel. Tehát sima marhahús, nagyon megfelel. Darált hús, fűszerezés, rád bízom. Vagy éppen disznóhús is jó. Csirkemell. Rád bízom, hogy mit használsz. Lényeg, hogy darálva legyen. Ez egy kicsit előre, hát, mert mivel ugye ez egy olasz kolbász volt, mild, tehát közepesen fűsz, mondhatnám, hogy csípős, de nem csípős egyáltalán. Itt amikor ráírják, hogy csípős valamire, még akkor az nem jelenti azt, hogy az erős. Csak hogy egy kicsit spicy. Tehát a szokásostól kicsivel ugye csípősebb, mint hogyha nem lenne benne semmi. Na, ezt jól megmondtam, mi? Na, tessék kérem, így. Szóval minél jobban szét tudod nyomkodni, annál jobb. Ezt az egészet. Ezt addig kell csinálni, amíg ilyen rózsaszín részeket látsz. Lehetőleg legyen szétszedve jól. Ugye? Ne legyenek csomók, ne legyenek túl nagy bogyók, de ha körülbelül egy ekkora, ami ekkora, így egy bogyó, így amit itt látsz, ez már jó, húslabda. Ez már megfelel. Most kezdi kiadni magából a zsiradékot a kolbász. Nem égetjük meg, nem süssük agyon. Itt már ugye megpuhult éppen eléggé a bab. Hagyma, már a babójára veszem, kicsit lejjebb veszem. Jó. Kérem, én úgy tudom, ez a chili fűszerkeveréket kaphatok Magyarországon. Tehát chili fűszerkeverék, ha nincs, akkor használj magyar fűszerkeveréket, ami hát mondjuk álljon abból, hogy legyen benne bors, só, kevés, hát ugye fokhagymát tettem bele, fokhagyma, kumin, nem, kömény is lehet egy kicsi, de kumin az nagyon fontos, hogy legyen benne, oregano, stb. Tehát itt rád bízom a fűszerezést, de ha van esetleg, mondom, tákó, itt levettem ugye a tüzet, látszik, nem nagyon is, oké, és akkor konzervbabot lével együtt, ugye mi magyarok hozzá vagyunk szokva, hogy ilyenkor piros paprikát teszünk, persze, de ebben van spanyol paprika. Tehát én kétféle babot használok, az egyik a pinto, tehát rózsaszínbab, ugyancsak rózsaszínbab, porked beans, tehát ízesítéssel, és ugye ez már meg van főve, igen, tisztelettel, és ezt most össze fogjuk főzni, jó, megvárjuk, míg fölmelegszik, addig sem leszünk tétlenek, ugyanis ezt a babot, a paradicsomot egy kicsit lehűttem. Ez hideg víz. Igen. És nézd oda. Nézd oda. Túl sokáig ne hagyd benne a víz a forróba. Nem főzzük meg a paradicsomot, csak annyira, hogy ez a bőr, a celoin, vagy nem tudom én mi ez, ez lejöjjön könnyen. Jó, ez itt meg is van. Oké, nincs több rajta. Jó. Mutatom a többit. Oké, szóval a lényeg, hogy összedarabolom.
ez farmers tomato, tehát ez farmról van, ennek van némi íze is, de nem elég ahhoz, mint amire nekem majd ugye szükségem lesz, úgyhogy ilyenkor szoktuk azt csinálni, hogy teszünk hozzá egy tomédó szászt, tehát paradicsom szószt, és leöröljük, ez mi lesz, jó, beleférsz, bele, ó, jó, sok lett, nem baj, és ne mixoljuk teljesen az egészet, teljesen likvid legyen, folyékony, ne legyenek benne darabok. Visszajöttünk, jó, tele van, és ezt a paradicsomot ugye ráöntsük, és ezt a kis vizet is, ami ugye beleöblítettem a dobozból, ami még maradt. Jó, és akkor elkezdjük ugye főzni. Kicsit sok a lé, úgy látom, nem baj, elfőzzük. Ez minimum fél óráig főzzük, teljesen puhára kell főzni a húst, gyerekek. Nagyon puhára. Aztán, ha túl sok lesz a lé, majd mutatok egy trükköt. Jó, hogy hogyan legyen krémszerű. És mint mondtam, előre készültem zsemje, amelyet jól kinyomkodunk. Be van áztatva. Hát ez körülbelül így felel meg, azt hiszem így talán egy magyar zsemlének, hát egy 2-3 zsemlét nyugodtan hozzá lehet tenni, ugye, ugyanis nem hamburgert készítünk, hanem fasírtot. Oké. Okay. Jó. Ezt ide visszatesszük. Jövünk. És hát 3 tojás jön. Nagyon egyszerű dolgunk van. Oké. Okay. Következő egy kis fej. Apróra vágott vöröshagyma. Van, aki megpirítja előtte, én nem, és egy gerez, mindössze, egy gerezt fokhagymát tettem. Petrezselyem zöldje. Amit egy kicsit összevágok. Apróbra. Oké. Legyen jó apró. Ez így már megfelel. Oké. Ez itt körülbelül egy fél kiló, hát talán több, egy kicsivel több, disznóhús. Olyan 80% sovány, de inkább 90, és csak 10% a kövér. Most itt rajtad áll, hogy milyen fajta ízesítést kívánsz adni neki. Itt tudok javasolni Italient. Tudok javasolni Montrealt, vagy pedig bármilyen olyan fűszerkeveréket, ilyen mexikóias,
és szintén ilyen olaszos, egy kicsit, ez a kettő, ez majdnem ugyanaz. Szóval ezekben van mindenféle ilyen bézil, bazsalikom, meg zsája, meg a fele tudja mi nincs benne, úgyhogy lehet használni, ha szeretitek. Most maradunk az egyszerű megoldásnál, ugye egy kávéskanálnyi bors, köménymag, körülbelül ugyanannyi, nem visszük túlzásba, só, sót se visszük túlzásba, és majdnem elfelejtettem, ja itt van, egy jó pupos evőkanálnyi magyar piros paprika, jó? És nem tudom, mennyire ragaszkodtok a fokhagymához. Én egy gereznyet raktam bele, hát mit tudom én, lehet beletenni egy kis fokhagyma granulátumot is még extrába. Oké, és én azt hiszem, hogy itt minden megvan. Yes, megvan minden. Kézmosás, vizes kézés, összedolgozzuk az egészet. Jó? Szépen összetörjük a zsömlét. És egy neművé fogjuk keverni. Most egy kicsit ilyen hígnak látszik, ne zavarjon, mert ha áll egy olyan 5 percet, de akár 10-et, föl fogja szívni a hús a tojást, meg a nedvességet, és akkor formázhatóvá válik. Van egy gyerekek? Tehát itt össze van jó keverve, már keményebb, már dolgozik a hús, hogy magába szívja ugye fűszeres tojást, meg még ami esetleg volt lé, ilyesmi a mi a fenébe, zsömrébe, úgyhogy én egy 10 percet hagyom állni. Jó, közben ide is rákamillázunk. Igen, alakul a dolog, lejjebb lehet venni. Fedő nélkül főzöm. Lassan így is összecsapkodja mindegy tűzhelyt, én nem nagyon vagyok odaérte. Tudok, hát le lehet törölni. Minél sűrűbb, annál jobban csapkod. Nagyon jó az illat, hozzáteszem. És még mindig nem kóstoltam meg, gyerekek. Majd megfogom. Lehet ezen javítani, hozzátenni. Még, mit tudom én, fekete borsot esetleg, ha akarsz csili paprikát, ha nem elég erős. Szóval rajtad áll, hogy mit csinálsz, milyen ízt teszel még hozzá. Na most nem törölgetek még, de úgyis még csapkodni. Körülbelül még egy olyan jó 10 perc, és akkor megkóstoljuk. Na, lassan jó lesz. Most már lefettem egy kicsit. De még hagyom kicsit puholni. Mert gyerek, egy kicsit besűrűsödött? Ami nem baj. De még hagyom, én nagyon szeretem nagyon puhára megfőzni. Most hát eltelt egy kis idő, úgyhogy zsemlemorzsi. Oké, és akkor hát egyelőre ide tesszük őket. Yes.
Jó, még egy egyet mutatok, jó? Azért jó az a fagyiszedő, így mindig egyformák lesznek, igaz? Jó, fel van melegítve az olaj. Kicsit tömörítem. Majd egy nagyon kicsit. Ugye, lapítok rajta. Ezt beolajozzuk. És ennyi az egész. Oké, nagyon egyszerű. Tehát összenyomjuk jobban. Picit lapítasz. Azért olajozom be, hogy lecsúszson róla könnyen. Oké, közepes tüzet használunk. Közepes. Nem égetjük el. Vasírtot. Oké. Így, hogy itt tömöríted a zsemle morzsát, jól belenyomod a töltelékbe, és akkor kicsit olyan repedezett lesz a szél, ez nem érdekes. Hopps, látod-e? Jó. És szép lassan, ugye, megsütjük. Óvatosan megfordítjuk őket. Alakul. Na, gyerekek, van egy olyan trükk, ha nem sülne át tökéletesen a közepe, nem kell megijedni. Akkor nem kell visszarakni és bele az olajba, és akkor feketére sütöd kívülről, hanem tedd be a mikróba egy vagy két percre, és akkor a közepe is jó lesz. Oké? Okay? Na most ugye áttettem ide a babszit, most ugye látjuk, hogy azért van rajta bőven lé, még mindig, de jó sűrű amúgy. De ha akarod egy kicsit sűrűbbre, akkor következőt kell csinálni. Vagy fogsz egy kicsi lisztet, és vízzel elkevered, és simán hozzáteszed, vagy pedig következő, fordulunk lassan, fordulunk, és van itt nekem kukorica keményítő, vagy krumpli keményítőt használhatsz, és hát egy jó evőkanál, és engedünk rá egy kis vizet, de pillanat alatt elolvad. Tehát feloldódik, nem elolvad. Oké? Okay. Ezt úgy hívjuk a slurpy. Slurp. És ez a kínaiak nagyon szeretik ezt használni. És annyit kell csak csinálj, hogy ugyan óvatosan. Nem sokat kell egyszerre tenni, mert akkor nagyon sűrű lesz. Oké? Okay. Tehát egy ennyit. És tehát az a lényeg, hogy meleg legyen a dolog. És szépen ez a slurpy, mindjárt eltűnik a szín, ez be fogja neked sűríteni olyanra, amilyenre te szeretnéd. Tehát ilyen jó kis főzelékszerűre tulajdonképpen. Tehát ez ugye nem annyira nem sűrítjük be, mint egy főzeléket, de azért legyen sűrű. Mert ugye a csilis bab az egy sűrű étel. És itt én úgy látom, hogy még kell bele, körülbelül ugyanennyi. Tehát egy, kettő, három, négy, és ide egyet.
Ez már biztos, hogy elég, többet nem teszünk bele, akármilyen lesz, mert ez már így jó. Én már gyakorlatból tudom, hogy ez így jó lesz. Ja, tessék, beállt a sűrűség. Nagyon jó. Oké. Ennyi volt az egész, gyerekek. Ide nem tettünk babérlevelet, semmit, én már megkóstoltam, nagyon finom. Nagyon finom. És mivel ugye a Évi nincs oda ezekért, neki készítettem külön egy magyaros, kapros, zöldbab főzeléket, rendes rántással, úgy, ahogy szoktuk régen. Oké, gyerekek, ezt itt lekapcsoljuk. Közben Évi megérkezett, és letakarjuk. Megnézzük a fasírtokat is, nem égetjük el. Na, ez még kicsit menjen. Még egy kicsit menjen, körülbelül ilyenre. Egy kicsit legyen olyan, majdnem, hogy nem kemény, de ilyen ropogós. Kérges. Oké? Okay. A gyerekek, ez készen van. A 4 darab. Ide tettem beleje itatós papírt, mert ilyenkor ez ad még ki magából ilyen levet, meg az olajat. És hagyjuk pihenni egy olyan, mit mondjak, 10 percet legalább. Jó? Legalább 10 percet. És akkor majd szétnyitod, megnézed, ha a közepe nincs átsülve, 1-2 percet be lehet tenni, mondom, a mikróba, vállalom érte a felelősséget, és akkor jó lesz. Na, milyen a pasírt? Jó lesz? Finom, nagyon, csak vigyázni kell, mert forró. Nem spicy, ugye? Nem, forró. Van egy kis magyaros íze? Persze. Nagyjából, mert körülbelül az a stílus. Na hát, én megkóstoltam ezt a csirisbabot, egyáltalán nem erős. És most nézem meg, nem, semmit nem kóstoltam meg. Kis sajtot tettem rá. Na. A babra. Közepe is át van sülve. Rendkívül finom. Rendkívül. Lehetne erősebb is, de most hagyjuk. Hagyjuk az erőset. Oké? Okay? Nagyon finom lett. És... Hát én ezek hozzá, valaki nem szokott. Kis friss, hát én friss uborka salátát. Természetesen. Ide. Mit szól Évia? Zöld bab. Magyaros zöldbab főzelék. Magyaros. Nincs benne tejföl, semmi. Egyszerű rántással. Na jó. Jó, kapros. Tejfölt nem tettem. És hát ő a kenyeret szokott mindenhez enni. Én nem eszek kenyeret, hanem itt van ebbe a kenyér számomra. Ide tettem. Sziasztok! Jari bácsiék voltunk Floridából. Bye bye!